A közmédiában 3 héten keresztül szerdánként és csütörtökönként lehetőséget biztosítunk az országos listát állító pártoknak, pártszövetségeknek, hogy élő adásban, 5 percben mutassák be választási programjuk fő gondolatait. Tari Judit Tanilla beszélget mai vendégével. Így van, ezzel megyünk tovább, és köszöntöm Tóth Imrét, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt szimpatizánsát, és megkérem, hogy ismertesse a párt programját 5 perces időkeretben. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetünk. Nagyon örülünk, hogy a Kétfarkú Kutyapárt is megjelenhet itt az M1-en. Itt szívhatjuk mi is itt a szabadság levegőjét. Én tényleg csak szimpatizáns vagyok, tehát nem politikus, de azért pár dolgot összeszedtem a Kétfarkú Kutyapártról, ami hát szerintem nagyon-nagyon pozitív dolog, és mindenkinek ajánlom, hogy látogatassanak el a honlapjukra, hiszen ott több idejük van, mint 5 perc. Hát amiről én beszélni szeretnék leginkább, az... Elnézést egy pillanat, mert ez a főnök azt mondja, mondjad kicsim, gyorsan, na adásba vagyunk. Aha. Kicsim, eljöttem a tévébe, tudod? Jó? Leteszlek, jó? Na, puszilag, tudod, M1, amit mondtam, hogy jövök, tudod? Jó van, kicsim. Aha. De mondtam, ki is írtam a hűtőre, jó van, puszilag, szeretlek. Jó, M1, tudod, ahova szoktunk jönni 4 évente, tudod? Aha, rendszeresen. Jó van. Figyelj, kicsit is meg kell becsülni, jó? Oké? Leteszlek, mert itt már mindenki néz. Aha. Nem, vannak itt sokan. Aha. Vannak rengetegen, mint az oroszok. Ja, jó, Ukrajnába. Aha. Oké, kicsim, leteszlek, és akkor visszahívlak, majd nem soká mindjárt, jó? Jó, viszont. Jó. Nem, szeretnek itt lenni, szerintem tök aranyosak. Vannak ilyen kameratőrök, meg világos, minden, nagyon jó pofa. Aha. Nem innen vagyok kitiltva, nem. Az a rádiókabaré. Jó van, szívem. Visszahívlak, oké? Jó. Puszikálok. Jó van. Aha. Csajok? Vannak hölgyek is. Igen. Nem csajozom, tudod. Nem én vagyok az, tudod. Jó van. Csinos, igen. Igen, itt ül mellettem, igen. Nézd a tévében. Aha. Nem. Persze, hogy nem. Na, jó van, drága. Szeretlek. Szeretnek itt lenni, szerintem igen, szeretnek, de leteszlek, mert még a két fakorról mondanom kell egy csomó mindent, jó? Ide jöttem, azt leszedik a fejem, hogy nem mondtam még róluk semmit, jó van, kicsim, jó? Jó, puszillak, szeretlek, csok. Hogy? Nem tudom, mit vegyél, valamit vegyél, valami olcsót. Tudod, most kevés a fellépés, vegyél csirkefarhártot, jó? Az most, tudod, ilyen olcsó, hatósági járás, azaz, meg olajat. Aha, jó, leteszlek olajat. Nem kő, étolaj, kicsim, étolaj. Jó, leteszlek most már, tényleg. Jó van, csókollak. Aha, meg tankoljál feltétlen, jó? Aha, jó. Hát ha kapsz benzin. Ha nem kapsz, akkor annyi, hogy akkor ne terjezd, jó? Mert az most ilyen rémhírkelt, és akkor azt nem mondd azt, hogy nem volt kedved tankolni, ennyi az egész, jó? Jó van. Jó, imádlak. Ja, én is. Meg túrót, azt mindegy, meg tejet, hát egyötös az is benne van, igen. Jó van, leteszlek, mert most már tényleg beszélgetnem kell még itt a pátról is valamit. Aha, a kutyákról, igen. Tudod, ezek a kétfarkúak, nagyon aranyosak, jópofák. Hát itt mindenki egyébként, itt is adtak vizet is, mikor jöttem be, minden van, jó van, el vagyok látva. Jó van. Oké, kicsim. Jó. Tedd le akkor, jó? Tedd le te, tudod? Na, puszi, szeretlek. Tedd le te most, jó? Mindig az, hogy én rakom le. Jó van. Oké. Visszahívlak. 2 perc az egész, és visszahívlak, végzek, jó? Jó? Na. Szeretlek. Én is szeretlek. Puszilak. Igen, nem fogok. Nem csajozom, mondom, hogy nem tudod, ez az M1, ez nem egy kuperál kicsim. Szedd már össze magad, jó van? Na, ne égessél. Jó van, puszillak, puszi. Tedd le te, pusz. Jó. Szia. Elnézést, ne haragudjatok, elnézést. Nem lehet vele bírni. Na, szóval, hogy Kétfarkú Kutyapárt. Hát egy remek egy párt. Ennyi időm van, amennyi ott van? Igen. Igen?
a kétfarkú kutya fáj át neki, akkor hát túl sokat már nem tudok mondani, de lesz még ilyen akció, hogy 4 év múlva tudok jönni? Erről nincsenek információk. Nincsenek infók. Hát ki tudja még, mi lesz 4 év múlva. Én azt mondom, hogy mindenképpen nézzük meg a honlapját a kétfarkú kutyapártnak, és hát 4 év múlva megpróbáljuk újra, oké? Rendben. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Még pont benne is voltunk az időben. Remek, köszönöm szépen. Köszönjük szépen Tóth Imrének, hogy itt volt. Köszönöm.